sugar. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh, sugar, sugar, egyszer régen, a nyári napsütésben, Pati és Miska ugráltak a réten. Szerelmük csodás volt, ez nem vitás, Misinek Pati volt a lelkitárs. Minden rendben működött, míg a kapcsolat egy problémába nem ütközött. Pati egy férfival a reggeliét várta, unokatesója volt ő, de Miska ezt nem vágta. Miska fejében sötét gondolatok gyűltek, szívében az érzelmek egyre jobban hűltek. Egy dzsigoló, egy szerető, de hát ki lehet ő? Bánatában hazament, és a szobájába bújt. Nem tudta, mit tegyen. Így jobb kezéhez nyúlt, hogy a fagylaltot felvegye, és kedvenc műsora közben megegye. Ám még a Maricsui sem segített rajta, ezért a végső megváltást akarta. Elővette fegyverét, hogy kioltsa életét, ám fejétől elmozdult a karja, mert megmentette őt az instant karma. Dr. Rigó volt a tévében, kinek a gyógyítás benne van a vérében. Az utolsó reményt már csak benne látta, felhívta gyorsan, hisz ott volt a szám. Hello, it's me. I was wondering. A csoportba rögtön felvették, csütörtökre már be is rendelték. Nagy nehezen az ajtón belépett, s meglátta az érdemes népet, volt ott ember, sok depis egyén, selejtes, selejtes hegyén. Dr. Rigó már munkához is látott, de fejszéje ezúttal túl nagy fába vágott. A csoport bánata tapintható volt, ám a doktor úr imidzsén nem esett folt. Így hát rögtön feladatot adott, keressék a boldogságot akárcsak a nagyok. Should make the system fail. Love confusion, I put we brain in a jail. Invisible shackles and chain can't bail. So me sharpen me blade and cut the gigantic. Politician them play with just like. S még főhőseink a városban jártak, rasztákkal találkoztak, amit nem is vártak. Boldognak tűnő színes egyének szabad idejükben gyakran labdáznak, azt hitték, hogy a történet nekik vége, és hogy a boldogságot elérték, de mégsem. Így tovább álltak, tovább keresgéltek, míg nem egy másik csoporthoz nem értek. A fa alatt az emberek vígan nevetgéltek. Reggel, délben, este a gép előtt fenyéltek. Programoztak éppen, de mivel hősünk nem tudott, így ez a kísérlet is megbukott. Ám ekkor zajra figyelt fel, és annak irányába indult el. Hirtelen egy gettóba került, s a genszterek közé leült. Sajna Pekkére a főnök kabátjára telepedett, hirtelen mindenki összeverekedett. A bunyónak veszteség lett a vége, nem volt mit tenni, edzésre volt szüksége. A kondiban csupa izomagyak voltak,
egy kézzel vagy 100 kilót kinyomtak. Minden jól ment, sokat edzettek, csak úgy dagadtak az izmok meg a bicepszek. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Még mindig úgy látta, hogy az életnek semmi értelme nincs ebben a világban. Így lelépett örökre. Forgatnak egy filmet, amit majd a tévében adnak, és az életnek semmi értelme, megmutatják mind kicsinek, mind nagynak. Kezel orvos a gyógyszerészét. Mikor Patricia reklámot látta, nem hitte el, hogy ezt művelte párja. Haragja hatalmas volt, ez látszott, nem tudta leplezni a szomorúságot. Ám ekkor felcsillant két szeme, és rájött, mi a végzete. Újra minden olyan lesz, mint régen, ismét együtt ugrálhatnak a léte. Könyvtárba járt sokat, neten is keresgélt, de nem találta sehol a földi lét értelmét. Szomorúan andalgott, mikor meglátott egy csuklyás alakot. Besurrant a résen, ott egy sötét alak várta. Voldemort, Dementor. Hogy idejött, már bánta. A lány látta Patricia félelmét, így megpróbálta eloszlatni kétségét. Közölte, hogy tudja, miért érdemes élni, mit kell az életben elérni. Patricia indult szerelméhez vinni a levelet, Miska életének így adva értelmet.